Műanyag, természet, élő és teremtett világ, a környezetvédelme, kiszolgáltatottsága. Ezek jelennek meg Sófalvi Imre képein az Ankóra galériában. Ebben a térben most elsősorban rizóprinteket láthatunk, és van kettő nagyobb vászonra készült festmény is, ami vegyes technikával készült, mint amit a mögöttem is látható. Imre itt tanult Pécsen a művészeti karon, festőművészként végzett, aztán pedig nem sokkal később elkezdett a tetováló művészettel is foglalkozni. Sokan úgy ismerik őt, mint Bob Mosquito, az Instagramon is így lehet megtalálni, hogy szóval az Instagramon is úgy lehet megtalálni, Bob Mosquito, és nagyon sokan ismerik az ő nevét nemzetközileg. Tehát ő nemzetközi vásárokra jár, expókra, tetováló expókra, és több stúdió, tetovál stúdióban is alkot, Berlinben, Ausztriában, Spanyolországban is. Viszont nagyon ritkán állít ki. Ezért érdekes az, hogy nálunk itt Pécsen, az Ankóra galériában nagyon hosszú évek óta először van kiállítása. És a rizóprinteket is, ezeket a különleges technikával készült nyomatokat itt állította ki először igazából, ilyen nagy mennyiségben. Azért csatlakoztunk többek között a Design Heathez, a Design Pécshez, mert a kiállítás témája az a Fantastic Plastic, vagyis hogy Fantastic Plastic a kiállítás címe, a témája pedig a környezettudatosság, az újrahasznosításra és erre a rengeteg műanyag szemétre való koncentráció az, hogy mennyire sok minden van itt körülöttünk, ami fölösleges. Ezeket láthatjuk a képeken is. Imre alkotásaira egyébként jellemző az, hogy montázsokat, kollázsokat készít, ahogy láthatjuk, általában élőlények és valamilyen tárgy is rajta van a műalkotáson, ezeket a tetoválásain, és ugyanígy természetesen más rajzain, printjein is láthatjuk. Ezeken az alkotásokon elsősorban most műanyagok szerepelnek. És azért van ebben a térben ilyen sok műanyag játék, és ezáltal is szerettük volna kicsit feldobni a teret, és arra is felhívni a figyelmet, hogy a műanyag nem csak rossz lehet. Tehát ezek régi játékok, viccesek, kedvesek, és lehet, hogy a műanyag kedves is lehet, viszont alapvetően sok. Sok, ami itt körülöttünk van. A galéria a bemutatás, kiállítás mellett kereskedelmi tevékenységet is folytat. A három kiállítás alatt, amik eddig voltak itt a galériánkban, minden kiállítás során tudtunk eladni képeket. Hozzánk elsősorban olyan emberek jöttek, akik az otthonok dekorálásra kerestek képeket, nem befektetési céllal. Szeretnénk viszont gyűjtőket is megszólítani, illetve célunk, hogy akár irodákba is, dekorációnak tudjunk eladni képeket, valamint, hogy megjelenhessünk az országos és nemzetközi piacon is. Pécsen nagyon sok a jó képzőművész, és sok az ismert képzőművész is, viszont kevés a galéria. Tehát kereskedelmi galériából meg aztán még kevesebb van. Tehát van, amikről úgy fontosabbak a Neldor Galéria, akik a művészeti karosoknak a kiállításait állítják ki elsősorban. És egyébként kereskedelmi galériaként most szinte egyedül vagyunk itt Pécsen ezen a piacon. Fontos, hogy mi még csak most kezdtük, tehát azon dolgozunk, hogy minél ismertebbé válhassunk Magyarországon. Az Art Marketen is szerepeltünk, egyelőre a virtuális terében. Szeretnénk, hogyha minél többen vásárolnának, és szeretnénk kinevelni egy új gyűjtői réteget. Mert fontos a művészek támogatása, fontos a művészet, a kultúra támogatása, a galéria, a művész, és a gyűjtőknek ez a háromszöge, ez tartja körforgásban ezt, és mozgásban ezt az ipart tulajdonképpen. Éppen ezért csatlakoztak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében megvalósuló Design Heathez.